Üdvözlöm Önöket az Oskolában! Mai műsorunkban matematikával fogunk foglalkozni, ebben segítségünkre Kopincu Nikolett lesz, aki matematika tanár, és a külső független értékelésekre való felkészülésben igyekszik segíteni Önöket. Hallgassuk őt! Szép napot kívánok mindenkinek! A mai adásban a 2017-es júliusi feladat sorát fogjuk megvizsgálni a külső független tesztelésnek. Kezdjünk is hozzá! Az első feladatban egyszerűsítse a 10A B köb törve 5A négyzet B törtet. Szétbontva a tört számlálóját és nevezőjét is, majd leegyszerűsítve a tagokat azt kapjuk, hogy az eredmény az 2 B négyzet törve A-val, tehát a helyes válasz az A lesz nekünk. Második feladat, oldja meg az X négyzet mínusz 10 egyenlő 5X plusz 14 egyenletet. Rendezve az adott egyenletben a tagokat, egy másodfokú egyenletet kapunk. Láthatjuk a másodfokú egyenlet általános felírását. Diszkriminánssal megoldva levezethetjük, hogy az adott gyökök mínusz 3-mal és 8-al lesznek egyenlőek, tehát a helyes válasz nekünk a V lesz. Harmadik feladat. Az y egyenlő fx függvény növekszik a mínusz 3-tól 2-ig terjedő zárt intervallumon. Az ábrán ennek a függvénynek a grafikonja látható, a mínusz 3-tól 0-ig terjedő szintén zárt intervallumon. A megadott pontok közül melyik tartozhat az adott függvény grafikonjához? Láthatjuk a rajzot, valamint a válasz lehetőségeket is. Megfigyelve az O, K, N és M pontokat látjuk, hogy az adott függvény feltételeinek nem felelnek meg, és egyedül az L pont az, amelyik tényleg növekvővé teszi az adott függvényt, tehát a helyes válaszunk a B. Negyedik feladat. A B pont az AC szakaszon fekszik. Határozza meg az AB és BC szakaszok felezőpontja közötti távolságot, ha AB egyenlő 10 cm-rel, BC pedig 5,2 cm-rel. Elkészítjük hozzá a rajzot, látható az AC szakasz, felvettük rajta a B pontot, hogy az AB szakasz hosszabb lett. Felveszük a K és L felező pontokat, és igazából ennek a KL szakasznak a hossza érdekel minket, amit úgy kaphatunk meg, hogy az AB és a BC szakaszok fél összegét, ha megtaláljuk, ami nem lesz más, mint 7,6 cm, tehát a helyes válasz nekünk a H. Ötödik feladat. A táblázatban az egy napon különböző időpontokban mért hőmérsékleti adatok láthatóak. A hőmérsékletet ábrázoló tengely beosztások nélkül látható. Melyik grafikonon vannak helyesen feltüntetve a mért adatok? Lássuk a táblázatot. A felső sor nekünk az időpontokat, az alsó pedig a hőmérsékleti adatokat mutatja. Nézzük a válasz lehetőségeket is. Megvizsgálva a táblázat adatait, láthatjuk, hogy 15 órakor volt a legmagasabb a hőmérséklet. Összehasonlítva a válasz lehetőségekkel ezt az információt, láthatjuk, hogy a B nekünk nem felel meg, a V úgy szintén nem felel meg, valamint a H válasz lehetőség sem. Továbbá nézve a táblázatban, hogy 9 és 12 óra között visszaesett a hőmérséklet, az A válasz lehetőség szintén nem felel meg ennek a feltételnek, ugyanis itt növekedett, a helyes válasz nekünk nem lesz más, mint a D válasz. 11. feladat. A rombusz oldalának hossza 12 cm. Határozza meg a rombusz nagyobbik átlójának hosszát, ha tompa szöge 120 fok. Elkészítjük a rajzot. A rombuszról tudjuk, hogy oldalai egyenlő hosszúságúak, valamint az átlók felezik a szögeket, és derékszögben metszik egymást. Látjuk az adva vant. Mivel hogy az AC átló az A tompa szöget felezi, innen láthatjuk, hogy az ABC háromszög egy szabályos háromszög lesz, melynek minden oldala 12 cm-rel egyenlő. Mivel az AC szakasz átló szintén 12 cm, felírható, hogy az AO nem lesz más, mint 6 cm. Az ABO derékszögű háromszöget vizsgálva, Pitagorasz tétele alapján ki tudjuk számítani a BO hosszát, ami nem lesz más, mint 6 négyzetgyök 3, a BD pedig ennek a duplája lesz, tehát 12 négyzetgyök 3 cm, tehát a helyes válasz a H.
13. feladat. Oldja meg a 2x-4 törve x plusz 1 kisebb mint 0 egyenlőtlenséget. Kétféle módszerre fogjuk megoldani az adott egyenlőtlenséget. Első módszerben a számlálót egyenlővé téve nullával kapjuk, hogy x egyenlő 2-vel, valamint tudjuk, hogy a nevező nem lehet 0, tehát kizárva az x értékére a mínusz 1 pontot, rajzolunk egy számegyenes feltüntetve rajta a mínusz 1 és 2 pontokat. Az intervallumokban feltüntetve az előjeleket, minket a kisebb, tehát a negatív érdekel, felírhatjuk, hogy az x hozzátartozik mínusz 1-től 2-ig terjedő intervallumhoz. Második módszerben vizsgáljuk a törtet, mikor kapunk egy tört értékére kisebb, mint 0 kifejezést, ha vagy a számláló kisebb, a nevező nagyobb, mint 0, vagy pedig fordítva, a számláló nagyobb, a nevező pedig kisebb, mint 0. Láthatjuk felírva ezt a két egyenlőtlenség rendszert. Levezetve az elsőt, kapjuk, hogy az x hozzá tartozik mínusz 1-től 2-ig. A második egyenlőtlenség rendszert levezetve pedig üres halmazt kapunk, ezeknek az uniója pedig a mínusz 1-től 2-ig terjedő intervallum, tehát szintén ugyanazt kaptuk, mint az első módszerrel, a helyes válasz nem lesz más, mint a V. 16. feladat. Az AN számtani sorozat első tagja mínusz 21, különbsége 1,5. Hány negatív tagja lesz ennek a sorozatnak? Mi az, amit tudunk? AN kisebb, mint 0. Felírva a sorozat általános képletét, AN egyenlő A1 plusz N-1-D, behelyettesítve a számunkra ismert információkat, kapjuk, hogy a mínusz 21 plusz 1,5-en mínusz 1,5 kisebb lesz, mint 0. Levezetve az adott egyenlőtlenséget kapjuk, hogy N kisebb, mint 15, tehát az adott számtani sorozatnak 14 negatív tagja lesz, a helyes válasz pedig nem más, mint a B. 17. feladat. Ha A kisebb, mint 1, akkor mennyivel egyenlő abszolút érték A mínusz 1 plusz abszolút érték mínusz 7? Abban az esetben, ha A kisebb, mint 1, akkor A mínusz 1 kisebb lesz, mint 0. Abszolút érték A mínusz 1 egyenlő lesz önmaga ellentétjével, tehát mínusz A plusz 1-en, mínusz A plusz 1 plusz 7 kifejezés pedig a mínusz A plusz 8-at adja nekünk, ami nem más, mint a D válasz. 18. feladat. Határozza meg az adott integrál értékét, ha tudjuk, hogy integrál 0-tól 2-ig fx dx egyenlő 8-al. Felbontva az összegünket, ami az integrálat szerepel, két integrált kapunk. Tudjuk az elsőnek az értékét, ami nem más, mint 8 a feladatban adva van. Leintegrálva a 0-tól 2-ig terjedő integrált 6dx-et, kapjuk, hogy 6x, Newton-Leibniz képletét használva, levezetve ezt a kifejezést, 20-ast kapunk eredményül, ami az A választ adja nekünk. 23. feladat. Az ABC szabályos háromszög, és az ABC egyenlő szárú háromszög, melyben AC és DC egyenlőek, az ACD szög pedig 40 fok egységben fekszenek, láthatjuk a rajzon is. Párosítsa a szögeket a nekik megfelelő fokmértékekkel. Nézzük sorba. Az első esetben az ABC szög fokmértékére vagyunk kíváncsiak. Mivel tudjuk, az ABC háromszög ez egy szabályos háromszög, melynek minden szöge 60 fokkal egyenlő, az elsőnek a párja a V válasz lesz nekünk. Második feladat, az ADC szög fokmérték érdekel minket. Tudjuk, az ADC háromszögről egyenlő szárú, melynek az alapon fekvő szögei egyenlőek, a háromszög belső szögeinek az összege 180 fok. Ebből a szárszög 40 fokos, tehát az alapon lévő két szög összege 140, egy-egy ilyen szög 70 fokkal egyenlő, kettesnek a párja a D válasz. Hármas, az AB és az AD egyenesek közötti szögre vagyunk kíváncsiak. Az AB és az AD egyenes közötti szöget megvizsgálva 130 fokot kapunk. Viszont az adott válasz lehetőségek között ilyen nem szerepel, ugyanis két metsző egyenes hajlásszögének a hegyes szög fokmértékét vesszük, ami jelen esetben 50 fok lesz nekünk, a hármasnak a párja a B. A BAC szög és a CAD szögek szögfelezői közötti szög érdekel minket. A BAC szög 60 fokos,
Ha szögfelezővel két részre osztjuk, akkor egy ilyen rész 30 fokkal egyenlő. A CAD szög 70 fokos volt nekünk, szögfelezővel szintén két részre osztva 35 fokot kapunk. Összeadva a 30 és a 35 fokot nem kapunk másat, mint 65 fok, tehát a négyesnek a párja a H. 30. feladat. A síkbéli derékszögű koordináta rendszerben adva van egy A vektor mínusz 1-1 koordinátával és egy B vektor mínusz 1-2 koordinátával. Határozza meg az M értékét, melynél A vektor plusz M szer B vektor és B vektor merőlegesek. Amikor két vektor merőleges lesz, skaláris szorzatuk nullával egyenlő. Hogyan is számíthatjuk ki a skaláris szorzatot? Az első és a második vektor megfelelő koordinátáit összeszorozva és összeadva azokat, nullát kell kapnunk. Kiszámítjuk az A vektor plusz MB vektor koordinátáját, ami nem lesz más, mint mínusz 1 mínusz M, valamint 1 plusz 2 M. Behelyettesítve ezt a skaláris szorzat képletébe, kapjuk az 5M plusz 3 kifejezést. Egyenlővé téve ezt nullával, az M egyenlő mínusz 0,6-del lesz egyenlő, ez lesz nekünk a helyes válasz. 31. feladat. Adott az fx egyenlő x négyzet plusz 3x mínusz 10 függvény. Az első feladat ehhez kapcsolódva határozza meg a koordináta tengelyekkel való meccéspontok koordinátáit. Elmondhatjuk, hogyha az adott függvény grafikonja metzi az ox tengelyt, y koordinátája nullával egyenlő, behelyettesítve az y helyett a nullát, az x négyzet plusz 3x mínusz 10 egyenlő nulla másodfokú egyenletet kapjuk, diszkriminással kiszámítva a diszkriminást, meghatározzuk az x1 és x2 gyököket, ami nem lesz más, mint a mínusz 5 és a 2, tehát az ox tengelyt a 2 nulla, valamint a mínusz 5 nulla pontban fogja metszeni. Nézzük meg, mikor metzi az OY tengelyt. Abban az esetben, ha az OY tengelyt metzi, akkor az X koordináta nullával egyenlő, behelyettesítve a függvény X értéke helyére a nullát, kapjuk, hogy Y egyenlő mínusz 10-del, tehát az OY tengelyt a nulla mínusz 10 pontban fogja metzeni. A feladat második része rajzolja meg a függvény grafikonját. Láthatjuk, hogy az adott függvény egy parabolát fog nekünk ábrázolni. Meghatároztuk az előző pontban a tengelyekkel való meccéspontját, szükségünk van még a parabola csúcspontjának a koordinátájára, amit következőképpen számítunk ki. A csúcspont x koordinátája a mínusz b per 2a képleten határozható meg, behelyettesítve a megfelelő értékeket, mínusz 1,5-et kapunk. Ezt az x értéket függvény érték, kébe helyettesítve kapjuk, hogy y egyenlő mínusz 12,25. Tehát a csúcs koordinátája a mínusz 1,5, mínusz 12,25 pontban lesz, valamint használva az előbb kiszámított meccés pontokat elkészítjük az adott függvénynek a grafikonját, ami a következőképpen néz ki. Feladathoz tartozó harmadik pont határozza meg a függvény deriváltját. Ismerve az elemi függvények deriváltját, felírhatjuk, hogy az x négyzet plusz 3x mínusz 10 deriváltja nem lesz más, mint 2x plusz 3. A negyedik pont határozza meg az érintő egyenes iránytangensét az x0 egyenlő mínusz 1 pontban. A harmadik pontban meghatározott deriváltba, 2x plusz 3-ba, x helyett behelyettesítve a mínusz 1 értéket, kapjuk, hogy az érintő egyenes iránytangense nem lesz más, mint 1. Összegezve a négy pontban kapott válasz lehetőséget, az első pont válasza a 2, 0, mínusz 5, 0 és a 0, mínusz 10 lesz, a második pontban készítettük a grafikont, a harmadiknak a válasza 2x plusz 3, a negyediknek pedig 1. 32. feladat. Az ABCD A1, B1, C1, D1 egyenes hasáb alapja az ABCD téglalap, melynek átlója AC egyenlő A-val, BAC szög pedig B-tával. A felső alaplap egyik csúcsán és az alsó alaplap átlóján áthaladó sík az alsó alaplappal alfa hegyes szöget zár be. Határozza meg a hasáb térfogatát. Készítsünk rajzot az adott feladathoz. Itt látható az egyenes hasáb. Az AC átló az alaplapon A-val egyenlő, a BAC szög pedig B-tával. Hol is fog elhelyezkedni ez az alfa szög? A B pontból az AC
egyenesre, merőlegest bocsátunk K-tal ponton. A három merőleges tétel alapján elmondhatjuk, hogy a B1K is merőleges lesz az adott AC egyenesre, tehát igazából ez az alfa szög a BK és a B1K egyenesek között fog elhelyezkedni, ahogy azt a rajzon is láthatjuk. A feladat feltétel alapján felírható az adva van, hogy a térfogatot kell nekünk kiszámítani, ami nem lesz más, mint az AB, a BC és a BB1 élek hosszának a szorzata. Na most ahhoz, hogy elkezdjük megoldani a feladatot, kirajzoljuk az alaplapot, ami látható is. Ezzel fogunk a továbbiakban dolgozni, és az AB és a BC oldalakat innen tudjuk meghatározni. Na nézzük akkor a téglalapunkat. Az ABC háromszögből felírhatjuk a színusz béta képlete alapján, ami nem lesz más, mint BC törve AC-vel. Innen a BC-re van szükségünk, ami AC-szer színusz béta. Tudjuk az AC-ről, hogy A-val egyenlő, de a BC nem lesz más, mint A-szor színusz béta. Ugyanebből a háromszögből koszinusz bétát is fel tudjuk írni, ami az AB és AC arányával lesz egyenlő. Innen kifejezzük az AB oldalt, amire szükségünk van. AC és koszinusz béta szorzatával lesz egyenlő, az AC szintén A hosszúságú, az AB oldal A-szor koszinusz béta. Valamint kirajzoljuk a B1K háromszöget, amiben az alfa szög található. Na most a térfogat képletében még a BB1 oldal szerepelt, ebből a háromszögből tudjuk meghatározni, szükségünk van a BK oldalra. Visszatérve a téglalapunkhoz, ki tudjuk számolni a BK oldalt, az ABK derékszögű háromszögből, színusz béta egyenlő BK törve AB-vel. Innen a BK az az AB és színusz béta szorzata lesz. AB-t kiszámítottuk, hogy A-szor koszinusz bétával egyenlő, szorozva ezt színusz bétával megkapjuk a BK hosszát. Na most ismerhetjük a trigonometrikus képletek közül a kétszer koszinusz béta színusz béta egyenlő színusz 2 béta képletet. Átalakítva ezt a mi feladatunkra, koszinusz béta szer színusz béta nem lesz más, mint 1 2 színusz 2 béta, behelyettesítve ezt a BK értékébe kapjuk, hogy az 1 2 A-szor színusz 2 bétával egyenlő. Miután ismerjük a BK-t, rátérünk a BB1K háromszögre, ahonnan a tangens alfát kifejezve a BB1, valamint a BK oldalak arányát kapjuk. Innen a BB1-re van szükségünk, ami a BK és a tangens alfa szorzata lesz. BK helyére behelyettesítve az 1 2 A-szor színusz 2 béta értéket, valamint megszorozva a tangens alfával meg is kapjuk a BB1 oldal hosszát. Most már csak a térfogatra van szükségünk. Itt láthatjuk az AB, a BC és a BB1 oldalaknak a hosszát, behelyettesítve ezeket a térfogat képletébe a következő szorzatot kapjuk. Megfigyelhetjük, hogy itt is szerepel a koszinusz béta, színusz béta szorzat, alkalmazva már előbb is használt trigonometrikus képletet, átírhatjuk, mint 1-2 színusz 2 béta. Összevonva az egynemű tagokat, azt kapjuk, hogy a térfogat nem más, mint 1 negyed A köb színusz négyzet 2 béta szoroz a tangens alfával. 33. feladat. Oldja meg az adott egyenletrendszert az A paraméter értékeitől függően. Vizsgáljuk az első egyenletet. Négyzetgyököt vonva az egyenlet mindkét oldalából felírhatjuk, az abszolút érték 2x plusz a egyenlő abszolút érték 2y plusz a összefüggést. Ennek az egyenletnek két megoldása lehet, látható az első és a második megoldást levezetve, az első megoldást azt kapjuk, hogy x egyenlő y-nal, a másodikat pedig, hogy y egyenlő mínusz x mínusz a-val. Az elsőt fogjuk először vizsgálni. Nézzük a második egyenletet, elmondhatjuk, hogy a négyzetgyök köt tartalmazó kifejezés értéke nagyobb vagy egyenlő lehet, mint nullával. Innen felírjuk, hogy x nagyobb vagy egyenlő, mint nulla. Valamint a négyzetgyök jele alatti kifejezés szintén nagyobb vagy egyenlő, mint nulla, tehát a 3ax minusz 8x minusz 6y nagyobb vagy egyenlő, mint nulla. Megkaptuk, hogy x egyenlő y-nal, tehát az y helyére behelyettesítve az x-et, a 3ax minusz 14x nagyobb vagy egyenlő, mint nulla egyenlőtlenséget kapjuk. Kiemelve belőle az x-et, elmondhatjuk, hogy x-szer 3a-14 nagyobb vagy egyenlő lesz, mint 0.
Mivel az x-ről tudjuk, hogy nagyobb vagy egyenlő, mint nulla, a zárójelben szereplő kifejezés is nagyobb vagy egyenlő lesz, mint nulla. Innen 3a nagyobb vagy egyenlő, mint 14, a-ról elmondhatjuk, hogy nagyobb vagy egyenlő, mint 4,2/3. A másodike, az egyenlet rendszer második egyenletének mindkét oldalát négyzetre emelve, a 3ax-8x-6y egyenlő x négyzet kifejezést kapjuk. Y helyére helyettesíthetjük, hogy x-el egyenlő, kapunk egy másodfokú, egy nem teljes másodfokú egyenletet, rendezve annak tagjait, az x-szer x+14-3a egyenlő nulla szorzatot kapjuk. Két kifejezés szorzat akkor lesz nulla, ha vagy az egyik, vagy a másik kifejezés lesz nulla. Ebben az esetben x1 egyenlő nullával, x2 pedig 3a-14-en. Mivel tudjuk, hogy x egyenlő y-nal, ezért felírható, hogy abban az esetben, amikor az a nagyobb vagy egyenlő, mint 4,2/3, a 0,0, valamint a 3a-14 és 3a-14 számpár lesz megoldása az adott egyenletrendszernek. Jól láthatjuk, hogy az adott egyenletrendszert a 0,0 számpár kielégíti az a bármely értéke mellett, tehát a 0,0 számpár bármely érték mellett megoldása lesz. Nézzük a második esetet. 2x+a egyenlő -2y-a, az előbbiekben levezettük, innen y egyenlő -x-a. Az egyenletrendszer második egyenletét vizsgálva úgy szintén felírhatjuk, hogy x nagyobb vagy egyenlő, mint nulla, valamint a négyzetgyök alatti kifejezés ismételten nagyobb vagy egyenlő, mint nulla. Y helyett pótoljuk az y egyenlő -x-a kifejezést, felbontva a záróját, majd rendezve a tagokat, kapjuk, hogy 3ax-2x+6a nagyobb vagy egyenlő, mint nulla. Kiemelve a 3a tényezőt, 3a-x+2-2x kifejezést kapjuk, ami nagyobb vagy egyenlő, mint nulla. Mivel x-ről tudjuk, hogy nagyobb vagy egyenlő, mint nulla, innen következően nekünk az a is csak nagyobb vagy egyenlő, mint nulla lehet. Az egyenletrendszer második egyenletének mindkét oldalt négyzetre emelve, y helyett helyettesítve a -x-a kifejezést, kapunk egy másodfokú egyenletet, rendezve annak a tagjait, az x négyzet plusz x-szer 2-3a-6a egyenlő nulla egyenletet fogjuk kapni. Kiszámítva a diszkriminást, ami nem más, mint 3a+2 a négyzeten, láthatjuk, hogy mivel a d nagyobb, mint nulla, tehát ebben az esetben az adott egyenletnek két gyöke lesz, amelyet a -b-d/2a, valamint a -b+d/2a képletekkel számíthatunk ki. Első esetben az x1 értéke -2, a második esetben x2 értéke 3a. Mivel elmondtuk, hogy az x nagyobb vagy egyenlő, mint nulla, a -2 nekünk nem felel meg. A 3a viszont egyenlete lesz, megoldása lesz az adott egyenletnek, mivel hogy y egyenlő -x-a-val, behelyettesítve az x helyére a 3a értéket, kapjuk, hogy y egyenlő -4a-val. Abban az esetben, amikor az a nagyobb vagy egyenlő, mint nulla, a 0,0 és a 3a-4a számpár lesz megoldása az adott egyenlőtlenségnek. Láthatjuk az egyenletrendszerünket, felírva az intervallumokon kapott megoldásokat, összegezhetjük, hogy abban az esetben, amikor az a mínusz végtelentől nulláig terjed, az egyenletrendszernek csak a 0,0 számpár lesz megoldása. Nullától 4,2/3 terjedő értéke, a értékek mellett a 0,0 3a-4 számpár lesz megoldás, valamint amikor az a 4,2/3 plusz végtelenig terjed, ebben az esetben 3 számpárt kapunk, a 0,0-át, a 3a-4-át, valamint a 3a-14 és 3a-14 számpárokat. Köszönöm szépen a figyelmet, sok sikert kívánok mindenkinek!